Unterstützung wurde angefordert. Sziasztok, Neo 12 vagyok. A tankunk a Rheinmetall Scorpio, a térgép Erlenberg a 44% eséllyel küzdött Seco Maestro. Seco Maestro a második, tehát ő a második feltöltő a replay oldalamra. Ez az íme, lássuk a videóját. Megvan már a harmadik is, tehát igazából aki arra pályázik, hogy netán az első háromba bekerüljön, sajnos lemaradt róla, hiszen vannak nagyon fürge emberek, akik elolvassák a videó alatt lévő kis szövegeket, illetve meg is hallgatják a videóimat, illetve amiket mondok benne, meg is szívlelik. A jelen állás szerint nem sokáig fog működni az oldal, úgyhogy igazából nem lesz túl sok gond. Nézzük! Nem volt még a Scorpióról videó egyelőre, tehát egy támadó csatamodell kell foglalni azt a jó kis piros bázist, meg kell semmisíteni minden ellenfelet 10 perc. Na nézzük, mit kell tudni erről a jószágról, ugye az, hogy nagyon csinos, főleg az a nagy airbrush festés a tornyon, vagy ezen a védő kupolán, vagy nem is tudom, minek hívják ezt igazából, hiszen toronyként nem emlegetik ezt a részt rajta. A testpáncél 30 előről, 16 oldalról, 20 hátulról. Tehát igazából nem egy vastag dolog, mert nézzük. Az első lövés eldöntött, 449. Az átlagsebzés az 490. 246 az átütés. És tegyük hozzá, hogy ez is bement. Az APC előszeri 311, az előbb az AP-t mondtam, illetve a H előszeri lehet 65. 30 darab lőszer, igazából igen emberes sebzést lehet kiosztani. Nagyon jó a sebesség, szerintem a 60 km-es előrehaladási sebesség az igen kedvező, tolatáshoz a busz, az sem rossz. Figris, hát egy picit alább adja az átlagnál, de hát ha lesz ez jobb is. Töltés idő 12,2, ami 10 másodperccel javítható. 0,28 a pontosság, ami 0,26-ra javulhat. Lőve-lőve gyereki. Hát ez bizony elment a torony fölött. Pont arról beszéltünk, hogy milyen jó kis pontos. Célzási idő 2 másodperc 1,67 között alakulhat. A látótáv 396 méter. Hogyha felderítő helyzetre ismerő képességet, valamint távcsövet tesztek rá. Szoktak rátenni távcsövet? Igen, szoktak, bár nem túl sűrűn. Töltésgyorsító, célzásgyorsító és álcaháló, ez amit leggyakrabban használnak, valamint ugye lehet távcső vagy pedig periszkóp. Szekkonnal láthatjátok, hogy ő nála periszkóp, illetve egy jófajta álcaháló van ezen a tankon. Igazából szemezgettem bele, amikor megjelent a prémium boltba. Hát nem olcsó, nem olcsó. Igazából nem is tudom, hogy mennyire éri meg. És sikerült az Artit megmenteni az LC-től. Hát utólag belegondolva, hogy félig egy ilyen kis spoiler, hogy igazából kár volt. Na de haladjunk tovább a csatával, tehát igazából elég jó statikusan megállt ezen a részen az Artik mögötte, illetve az ellenfél jön hátulról. Ez már biztos, hogy hamarosan be fogják őket keríteni, hiszen szembe folyik a harc, és akkor az AMX 50% az ellenfél top tankja átballagott a hídon. Testére kapott egy 4.59-et. Hát nem is tudom, hogy 4.48 volt. Hát igazából eléggé átlag alatt csapkodja ezeket a lövéseket, ahhoz képest, hogy mi tudtuk, hogy 4.90 lenne az az átlagos sebzés, hiszen egy 12,8 cm-es ágyúról van szó. Jeffy.
nagyon érdekes az a lövések, hogy azt láttuk volna, mint hogyha elment volna mögötte, de igazából eltalálta. Kb. 85-ös. Sikerült kigyújtani, na így jött az átlag. Egy VK. Ez nagyon kedvező tír ennek a 8-as TV-nek, hiszen 8-asok között kell harcolni. És vannak ezek a jó kis 6-os tankok, ilyen kis ingyen fregek. Érdekes, ez meg olyan része ment, hogy igazából csak egy ilyen kis lyukat ütött rajta, vagy nem is, nem csak megkaristolta. Sebezni nem sebezte, szerencsére lehet szépíteni. És történt. T-34-es százas, valószínű, hogy felderítette szemből, de meg is lőtte, tehát ezt így bizonyosra vehetjük. Vigyázni kell az artával, hiszen ide lőhet. Lehet éppen ide van szűkülve. Skorpió. Ott a cimbora, aki szintén örül ennek a tanknak. 439. Ez borzott a talaj, tehát ez a gyepbe ment, és akkor az arta pedig kiszedte. KV-2-es. A ház mögött, jelenleg nem lehet rálátni. Az artik előre mentek, az STA-1-es ott van még velük. Valaki sebzett a KV-2-esbe. KV-2-es visszatolja. Lőni 475. És még mindig az átlag alatt van. KV-2 most felderítette. 138 HP-ja van a KV-2-es megint össze. Úgy kicsapta az STA-t. Hát ez nem jó hír, viszont 3 perc van még hátra. Ott a KV-2-es. Hoppa! 136 HP és vége. Visszahúzza a tankot Szekó, hiszen az arta akár ide is lőhet. És ez meg is történt, tehát mire ide kapta a csövét az arta, szerencsére már nem volt a környéken. Akkor most nézzük, vagy lássunk az ő fejével, ugye mivel gondolkodhat, abba gondolod, hogy az AMX-et középült láttuk utoljára. Azóta nincs hír felőle, hát valószínűsíthető, hogy hátulról esetlegesen megpróbálhat betámadni, megkerülni őket. Egy kis felszólítás, hogy menjen, szabályosan le is harangoznak. 2 perc hátra. Bázist el kell foglalni, hát mire odaérnek, ugye beállnak mondjuk 2-3-an, akkor akár ez meg is lehet. És akkor most figyeljük, hogy egy nagyon érdekes momentum következik. Előtte magát az art és búg kicsapta az AMX-et. Igazából, hogy mi oka volt, hogy odalőtt, netán valami fát látott, hogy dőlt, vagy valami, vagy netán valami csiriviri dolog van a gépén, illetve olyan módot használni, hogy ezt mutatja. Hát az a lényeg, hogy az AMX-től meg lett szabadítva az ellenfél csapata, és akkor maradt egy darab lor. Ők hárman, 1 perc 12, 1 perc 10. A bázisbefoglalás. Benn vannak ketten, mutatja 49 másodperc. És erre az arta, az AMX 13-as arta fogja magát is átrohan a körön. Hát egyszerűen döbbenet, de szerintem Szekó is egy picit most itt meg volt döbbenve, mert figyelte, hogy hát be lehetne foglalni, ő beáll, erre a másik oda megy, és akkor jön az M40-43-as arta, nézzétek, és megáll a körön kívül. Lőtt az AMX, puk, nem talált, a lor pedig kicsapta. Nem ez az arta, meg ott áll a sarkon is, és vár. Még mindig bízott abban a Szekó szerintem, hogy a másik arti legalább fogja magát is. Ide robog mellé, a lor pedig, mint aki megtalálta a nyúlnak a cipőjét, fölkapta, aztán úgy neki fakereszt, aztán már itt se volt. Hihetetlen.
Tehát ez, amit az AMX-es művelt, ez van, hát ez valami hihetetlen. Ah. Komolyan mondom, igazából azért érdekes is ez a csata, mert hát hogy ilyen is előfordul, hogy annyira nem koncentrálnak a játékra, hogy ilyen, ezeket az ilyen jó kis ingyen nyeréseket eldobják maguk. Mert ez az lett volna. Na nézzük Szekónak mit pért ez. Ez egy nagy kaliber, illetve egy tankász, 5305 volt a sebzés, 5 volt a frag, és nézzük meg, hogy mit hozott neki ez a konyhára, hát prémiummal 120 ezer maradt tisztán. Szekónak köszönöm a feltöltést, illetve köszönöm a repit, nektek a figyelmet, mert 12 vagyok, további szép napot, vigyázzatok magatokra, szervusztok!